Ahogy látják, Kustáncilia elkészült a finomságokkal. Hamarosan Krisztián elárulja, hogy finom. Nagyon jó. Ez a gombaszósz, ez nagyon jó. Odáig jutottam egyelőre. És a hal is? A hal is puha. A hal is puha. Mindjárt ezt a speciális liszkeléket. Jó. Aki esetleg lemaradt volna az elején, mit készítettünk? Igazából egy spenótos nokedlit pangasius filével és gombaragúval. És még egy kicsit díszítést raktam rá. Meg akartam úszni, hogy ezt a pangasius filét, ezt ne nekem kelljen kimondani. Ugye, és azt mondtad, hogy még soha nem csináltad háromféle gombával ezt a szószt, megkóstoltad, milyennek találod? Intenzívnek, sokkal intenzívebb íze, mint a sima champignongombának, de igazából én úgy gondolom, hogy aki szereti a gombát, az annak egy ilyen kedvence lesz a háromféle gombából készült ragú. Nagyon és hogy sütötted meg a halat, hogy befűszerezted, igen, és megforgattad, hogy mit, hogy csináltad? Igazából sót borsot tettem rá, raktam rá egy kis hát, szárnyos pálcot. Én nagyon szeretem egyébként a csirkének a fűszerezését, és egy nagyon picit tettem rá. Gondoltam, hogy így jól megbolondítja az össz ízt. És szerintem a petrezselyem is nagyon jól kiemeli mondjuk a ragunak azt az intenzív ízét, úgyhogy az ízek jól harmonizálnak egymással. A galuskába beletetted azt a regiment spenótot, ugye? Megfőztem, igen. Hogy megfőzted előtte? Persze, megfőztem, összeképesítettem, és a lisztes keverékbe beleraktam. De jót tesz neki egyébként. Igen. Kicsit különlegesebb, nem az a megszokott, mert nagyon sok hölgy nem szereti a galuskát, mert ugye hízlal, és ugye a régi tradicionális étkezésnek az egyik alappillére, de így egy kicsit új keletű, egy kicsit ilyen új étkezés hullámú, úgyhogy én azért szeretem egyébként, szoktam olyat is csinálni, amikor cékla van benne, azzal is nagyon meg lehet bolondítani, igen. Meg jón is néz ki. És te akkor váltottál ennyire a tudatos étkezésre, amikor kiderült a gluténérzékenységed, vagy előtte is azért figyeltél? Én előtte is nagyon figyeltem az étkezésemre, de igazából nekem bőr problémáim voltak, és annak jártam utána, hogy mi is okozhatja ezt, és nagyon-nagyon hosszas harc, és nagyon sok orvos látogatása után jöttünk rá arra, hogy igazából a liszt és a glutén, illetve a tejfehérje az, ami okozza. Azt pontosan nem tudták megmondani, hogy melyik nagyobb arányba, de amióta teljes mértékben kivontam az étkezésemből, azóta rendbe jött. Látjuk, hogy a bőröd is gyönyörű. Igen, és nagyon első körben sajnos az orvosok mindig gyógyszereket írnak fel, de igazából azok vagyunk, amit megeszünk, úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy a szervezetünk hogyan reagál, mert ő reagál mindig, és mutatja, hogy valami nem jó belül. És akkor gyógyszert nem is szedsz? Nem, semmit. És hova tetted a hagymát? Azt melyikbe tetted? Mibe tetted? A gombásragúba. A gombásragúba? Igen. A fokhagymát egy picit érzem, de egyébként nem vészes. A fokhagymát igazából a halra tettem. Na, hát akkor ezt nagyon jól éreztem. Hát együtt, ugye benne van a... Tudom. Szóval jól lett szerintem. Éreztem. És te gyakran csinálsz halat? Mert arról szoktunk beszélni, hogy a hal az kicsit ilyen mostoha gyerek a konyhába. Igazából én a halmentes, hal íz nélküli halakat szeretem. Ezt tudom, egy kicsit furán hangzik. Ezzel is így vagyok, igen. De általában így a halaknak elég erőteljes az ízük, ami valahogy nekem elveszi ugye a kedvemet. De például a pangasius filé az egyik olyan tengeri hal, aminek hála Isten semmilyen hal íze vagy mellék íze nincsen, és nagyon szeretek otthon rákot csinálni, vagy hogyha egy étterembe elmegyek, és igazából az is nagyon gyorsan megvan. Csak arra annál is, meg ezeknél a halfajtáknál, amik mélyfagyasztóból vannak kivéve, és nem frissen fogjuk, oda kell figyelni, hogy hogyan is készítjük el, mert ugye a mélyfagyasztás által azért azt a hal ízt magukba tudják rejteni, és hogyha nem megfelelően, tehát nem maguktól olvadnak ki, akkor berakjuk a mikróba, vagy leforrázzuk vízzel, vagy valami, akkor azt nagyon erőteljesen ki tud jönni a hal íz. Lia, nagyon szépen köszönjük, nagyon pincsit főztél. Én köszönöm, szép napot nektek. Köszönöm.